Most elmondok neked mindent, amit tudnod kell Novák Katalin kegyelmi ügyéről. Ha arra számítasz, hogy elkezdem megmagyarázni a döntését, akkor rossz helyen jársz. Ha arra, hogy vérgőzös tekintettel rázom majd az ökröm, akkor is. Tekintsd a mai videót egy olyan híradónak, egy ténymagyarázónak, ami összefoglalja az elmúlt napok, vagy az elmúlt hét eseményeit, és aminek a végén elmondom a személyes véleményem is, de először lássuk a tényeket. Most jön egy rövid kis háttérismertetés, és fontos, hogy ne tekerd át, még akkor sem, ha azt hiszed, hogy mindent tudsz, mert lehet, hogy valami elkerült a figyelmedet. Nézzük az ítéletet. Az esetről mindenki hallott. Volt egy bicskei gyermek otthon, ahol az igazgató megbocsáthatatlan dolgot tett, és csak az algoritmus miatt nem nevezem nevén. 8 évet kapott, és szintén csak az algoritmus miatt nem részletezem, hogy mit érdemelt volna, de mondjuk úgy, hogy 8 év az kb. Egy ennyi-bennyi ahhoz képest, ami járt volna neki, én is értem. Az igazgató helyettes, K. Endre, aki ugye most kegyelmet kapott, összerakott egy vallomást a gyerekek nevében, majd megpróbálta rávenni őket, hogy írják azt alá, vagy vonják vissza a már meglévő vallomásaikat. És itt két kérdés merül fel. El akarta tusolni az ügyet, vagy csak simán nem hitt a gyerekeknek? Az egyik az súlyos bűn, a másik meg súlyos mulasztás. Ezért a tettéért 3 év 4 hónapot kapott. Bármelyik eset is áll fenn, a 3 év 4 hónap nevetséges. Ez egy szürreális ítélet, ráadásul úgy, hogy konkrétan részese volt ennek az egésznek. Ha így, ha úgy, részese volt. És én azt is értem, hogy ezt a levelet, meg ezt a vallomást nem használták fel, hanem csak később találták meg a házkutatás során, de ettől függetlenül 3 év 4 hónap nevetséges. És igen, tudom, azt mondtam, hogy a videó végéig nem fogom véleményezni a helyzetet, de itt azért ez kikívánkozott belőlem, és hadd tegyek még egy személyes javaslatot. Tehát, hogyha oda megy hozzád egy gyerek, segítséget kér, mert bántalmazták, akkor az első dolgod, hogy a vélt bántalmazód, bezárod egy pincébe és kihívod a rendőrséget. Ilyenkor nem kérdőjelezzük meg az esetet szerintem. K. Endre, tehát a helyettes, nem a pedó igazgató, a börtönben tanúsított példás magaviselete miatt házi őrizetre cserélhette a celláját. Amikor tavaly áprilisban kegyelmet kapott, akkor ő már javában a házi őrizetben volt, amiből mindössze 9 hónap volt hátra. Amúgy egy másik kérdés, hogy mit jelent a jó magaviselet a börtönben, mármint a bent töltött évei alatt egy gyereket sem próbált meg hamis tanúzásra kényszeríteni, vagy hamis vallomást aláíratni velük. Ezt valaki magyarázza már meg nekem kommentben, mert nem értem közt. De ha igazán fel szeretnél háborodni, akkor most jön a java. K. Endre vesztegetős, hamis tanúzós, vallomás visszavonós ügye, az egy dolog. Ezzel párhuzamosan volt egy másik eljárás, ami az igazgató és az egyik nevelőtanár ellen szólt, de ezt hadd mondja el dr. Gál András, az áldozatok védője. 5000 forintokat fizetgetett a nevelésére és felügyeletére bízott 18 éven aluli fiúknak, azért, hogy vele közösüljenek a gyermekotthon területén. A nevelőtanár is férfi volt. A nevelőtanár is férfi volt. És a életem legnagyobb kudarca, hogy ez az ember felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Hogy tudta megúszni? Teljességgel alkalmatlan bírói tanács döntött erről. A teljes beszélgetést a Hit Rádió YouTube csatornáján tudod megnézni, a linket betettem a leírásba. Dr. Gál András a beszélgetésben azt is elmondja, hogy az a bíró is közreműködött ebben, aki a volt feleségét ledaráló, mezőn szétszóró férfit felmentette. Ha pedig elvonatkoztatunk az elnöki kegyelemtől, meg a bűn súlyától, a 3 év és 4 hónap, akkor is nevetséges, de az, hogy a nevelőtanár, aki konkrétan lefizette a gyerekeket, és úgy is mocskoskodott, azt meg elengedik, tehát ez egyenesen vérlázító. Na, ennyit a jogi részéről, most pedig térjünk át a következő pontra, remélem látszik még, a sajtó. A sajtó jelentős része ma már nem a tájékoztatásról, nem a hírekről, hanem a kattintásról és a politikai tevékenységről szól. Na és itt lesz érdekes a történet. Amikor tavaly áprilisban ez a K. Endre kegyelmet kapott, senki nem foglalkozott az üggyel. Mondjuk nem is ő volt az egyetlen ember, aki kegyelmet kapott, hanem voltak még mellette 64-en, ha jól emlékszem. Tehát ne úgy képzeljük el, mintha csak az ő aktája lett volna odatolva Novák Katalin asztalára, amiről rányomott egy nagy zöld pecsétet. Tehát 64 másik ember kérelmét is aláírta. Tehát ez most teljesen indiferens a történet szempontjából. Most nem azt mondom, hogy jaj, biztos nem, tehát nem akarok ilyet még sugallni sem, csak azt mondom, hogy nem egyedül az ő kérelme lett jóváhagyva. Tehát amúgy nyugi, fogok magáról a döntésről is beszélni, csak szeretném, hogyha látnád, hogy mi történt a sajtóban az elmúlt pár napban. Mint hogyha parancsba kapták volna, hogy minél többször írják le Novák Katalin nevét, és a P betűs szót egy mondatban, lehetőleg a címben. A legcifrább, legagyafurtabb címeket adták az írásaiknak, mivel a felületes olvasó sokszor csak kulcsszavakból tájékozódik. És most arra kérlek, hogy tedd a szívedre a kezed.
És biztos, hogy veled is volt már olyan, hogy elolvastad a címet, konstatáltad a leírtakat, majd tovább görgettél. Na de mutatok néhány ilyen nagyon cifra írást. Elítélték a pedofiliát, de kiállt Novák Katalin döntése mellett a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetője. Novák Katalin és a pedofilügy. Pedofilügy. Novák Katalin nem magyarázta meg a döntését. Novák Katalin a pedofil bűnöző bűnsegédjének felmentéséről. Természetes az, hogy minden kegyelmi döntés felvet kérdéseket. Ez az utolsó mondat, ez kimondottan érdekes, pedofil bűnöző bűnsegédjének felmentéséről. Tehát nem vagyok jogász, de az igazgató által elkövetett bűncselekmény ugye az volt a bűn. A bűnsegéd pedig az, aki a bűnben segítkezik, tehát magában a bűn elkövetésében. És K. Endre azért kapott csak 3 évet, mert ő nem volt elkövető. Szóval nem hiszem, hogy a bűnsegéd helyes kifejezés, attól függetlenül, hogy morálisan mit gondolok. Tehát, hogy egy barátom posztolta, a bankrablásnál a sofőr is vétkes. A végén majd, ahogy ígértem, mondok egy véleményt is az egész helyzetről, de most egyelőre csak a tényeket szeretném bemutatni. És hogy tompítja a tettét, vagy a bűnét az, hogy ő nem bűnsegéd volt a szó szerinti értelmében, hanem az, hogy ő egy eltusolásban segítkezett. Dehogy tompítja! Tehát ha rajtam múlna, a börtönben rohadt volna meg. Tehát ez vitán felül áll. Tehát itt azért már, hogy mondjam, itt megengedem magamnak a véleményezést. Most nem erről akarok beszélni, ezt megemlítettem, hogy tudj róla. Itt most főleg a sajtó szerepét szeretném bemutatni, ami mintha arra játszana, hogy Novák Katalinra és rajta keresztül a jobb oldalra ráégjen a pedó ügy. Ezt persze nem muszáj nekem elhinni, de annak ellenére, hogy a tag nem volt konkrétan a szó szerinti értelmében elkövető, a kommentelők jelentős része abban a tudatban él, hogy Novák Katalin egy szó szerinti, konkrét pedót mentett ki a börtönből, tehát az ítéletet semlegesítette. A DK egyenesen pedó simogatónak nevezi. Ha pedig a DK nem lenne elég, az RTL-en ilyen és ehhez hasonló szalagcímek jelennek meg. Öngyilkos lett az egyik bicskei áldozat. Így kezdődött az ügy, amit már nem lehetett eltusolni. Na ez konkrétan egy újságírói technika. Amit már nem lehetett eltusolni. Ebből mindenki konkrétan a jelenlegi helyzetre asszociál. És mivel az agy alapjáraton logikus döntésekre, logikus okfejtésekre törekszik, már össze is köti a szálakat. Ha azonban megnézed a cikket, akkor rájössz, hogy ez a szegény fiú, aki öngyilkos lett, ő hát évekkel ezelőtt lett öngyilkos, ami után ki is robbant ez a botrány. És itt jön a csavar. Pedózzuk össze a Fideszt. Jöjjön a következő programpontunk, ami remélem, hogy még látszik. A háttérben meghúzódó Fidesz szál. Ez nyilván nem egy verseny, de ha az volna, az RTL dobogós helyet kapna a címadás terén. Felcsút környéki fideszes körökben mozgott a bicskei gyermekotthon kegyelemben részesített igazgató helyettese. És a felületes, címeken átgörgető, cikket el nem olvasó hírfogyasztó már össze is rakta. Fideszes pedó, akit azért mentettek fel, mert felcsút. De ha ez nem volna elég, akkor jön a Magyar Narancs cikke, ami pacekban kimondja. Orbán Viktor öcsének neve is felbukkan a pedofil intézményigazgató bűnsegédjének történetében. Nem ifjabb Orbán Győző neve, Orbán Viktor öcsének a neve. A szemfüles hírfogyasztó itt azért már látja, hogy miről szól az egész botránykeltés. De lássuk azt a híres felcsúti szálat. 2015-től a gyermekotthonban birkózó edzések kezdődtek, amiben a Niké Sportegyesület segédkezett. Ennek az alapítója Orbán Viktor öcse, ifjabb Orbán Győző. Tehát, onnan tudom, hogy finom a lángos, hogy a testvérem már állt olyan ember mellett, aki éppen azt ette. Tehát én értem, hogy most ezt kell pörgetni, de itt azért már kezd nagyon egyértelművé válni a szándék. A cikkben emellett még van amúgy egy konkrét hazugság is, ami a hangulatkeltésen kívül semmi másra nem alkalmas. Endrét első és másodfokon majd a kúrián is 3 év, 4 hónap börtönre ítélték, de Novák Katalin megkegyelmezett neki. Na ez a mondat, ez konkrétan azt jelenti, hogy Novák Katalin a börtöntől mentette meg ezt a K. Endrét. Nem ez történt. A házi őrizet utolsó 9 hónapját töltötte, arra kapta a kegyelmet. De a végén erről bővebben beszélek, most ne foglalkozzunk ezzel. De tudod, én azért nem feltétlenül értem ezt az egészet. Tehát itt egy baromi erős, ugye tényleg egy hatalmas botrány, amivel tényleg kezdeni kell valamit. Semmi szükség az ilyen hazug hergelésre. És felmerül a kérdés, hogy vajon egy ilyen állítás perképes volna, és nem azért, mert én akarnék perelni, vagy szerintem bárkinek joga lenne perelni ebben az esetben, de ettől függetlenül ez még konkrétan hazugság. Most pedig egy kicsit vonatkoztassunk el mindentől, váljunk egyé az univerzummal, és gondoljuk ezt végig teljes harmóniában a lehető leglogikusabb, leghiggadtabb módon. Felcsút, felcsúti Fidesz, Orbán Viktor öccse, tehát nyilvánvaló, hogy ezzel Orbán Viktort próbálják támadni, és ezt a vak is látja. Úgy akarják beállítani, mintha Orbán Viktornak, de minimum az Orbán családnak köszönhetné ez az ember a kegyelmet. De most gondolj bele logikusan, választások jönnek. Ha Orbán Viktornak
bármi köze is lett volna ehhez az emberhez, és most tisztán politikai alapon, szerinted lesz olyan felelőtlen, hogy a választások évében kiboltol neki egy kegyelmet? Ráadásul úgy, hogy 9 hónapja van hátra, a házi őrizetből főleg? Tehát ezt most őszintén, te ezt tényleg elhiszed? Nem tudom figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy ők most egy gyerek sérelméből, gyerekek sérelméből próbálnak politikai hasznot kovácsolni. És ez undorító. Ahogyan az is tény, hogy kegyelmi ítélet nélkül erre most nem lenne lehetőségük. Szeretném azonban kiemelni Mizsur Andrást, a Telex egyik újságíróját, aki azon túl, hogy egy teljesen korrekt címmel publikálta az írását, ezzel a bekezdéssel zárta a fideszes szálról szóló terjedelmes cikkét. Beszéltünk több emberrel is, akik jól ismerik Bicskét és az ottani viszonyokat. Tőlük sem kaptunk olyan információkat, amelyek azt bizonyították volna, hogy az egykori igazgatóhelyettesnek komoly fideszes kapcsolatai lennének. Figyelj, nekem nem derogál, hogyha el kell ismernem, hogy valaki a másik oldalon is képes volt korrekt írást összehozni. És szerintem ez a bekezdés, illetve a címadás, ez egy korrekt választás volt. Na de, lépjünk a következő szálra, és én most magamhoz veszem ezt a táblát, már csak azért is, hogy jobban lássátok. A következő szál pedig nem más, mint Orbán Viktor bejelentése. Hát én most bevallom őszintén, hogy nem számítottam arra, hogy Orbán Viktor is meg fog szólalni. Én azt gondoltam, hogy mivel ez a köztársasági elnök hatáskör, ez Novák Katalin ügye, ezt ő fogja majd helyre tenni, ő fog majd ezügyben intézkedni, úgyhogy Orbán Viktor felszólalása számomra váratlan fordulat volt. De nézzük meg, hogy mit mondott. Pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Nekem is van 5 gyermekem és 6 unokám, ha valakik hozzá nyúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni. Ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést. Nem hiszem, hogy ehhez bármit hozzá kellene fűznem. Ezen a téren én minden szigorítást támogatok. Az sem zavarna, de tényleg az sem érdekelne, sőt támogatnám, hogyha Magyarország valamelyik ukrán börtönben bérelne egy parcellát a pedók számára, aztán oda deportálnánk az összeset. Ott majd jó sorsuk lesz. Közeledünk a végéhez, és már csak pár alcímünk maradt, helyesebben 2, most felemelem ezt táblát, nézzük meg a következőt. Novák Katalin mondjon le. Az ellenzék, ahogyan az ellenzéki sajtó most abszolút előnyt próbál kovácsolni ebből a helyzetből. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy lehet-e ezért hibáztatni őket. Mármint érted, kihasználják a lehetőséget, lecsapják a hatalmas magas labdát. Úgyhogy, hogy mondjam, az, hogy undorító a módszer, amit használnak, az egy másik kérdés, de az, hogy ezt kihasználják, az egyáltalán nem volt meglepő. A DK még egy petíciót is összedobott Novák Katalin lemondását követelve. Remélem, mind a 29 ezer aláíró tisztában van vele, hogy ezzel Isten tudja, hogy melyik céghez vagy cégcsoporthoz kerültek az adatai, vagy melyik földrészen. A DK erről amúgy is híres. De van egy nagyon fontos kérdés. Változik-e valami, ha Novák Katalin lemond? Helyesebben a kérdés úgy hangzik, hogy változik-e valami, ha Novák Katalin most mond le. Mert nyilván azért más, hogyha most mond le 3-4-5 nap után, mint hogyha akkor mondaná, amikor a botrány kirobban. A kettő azért óriási különbség. És a petíció alatti kommentelők szerint Novák Katalin azért nem mond le, és ez is fontos, azért nem mond le, mert ő a Fidesz bábja. Ha viszont abból indulunk ki, amit mondanak, és ha viszont ő tényleg a Fidesz bábja, akkor nem mindegy, hogy kit tesznek a helyére. Tehát a legkönnyebb lenne a bábot lemondatni, valakit oda tenni, ha úgy is báb. Szóval ideje lenne eldönteni, báb vagy önálló entitás. Egy valami azonban biztos, az ellenzéki politikát nem érdeklik az aktuális ügyek érintettjei. Tehát a tanárok ügyénél is csak addig hőbörögtek, ameddig lehetett tüntetni, a Fudán lekerült a radarról, sőt, ott vagyunk már, hogy emlékeztek, még nagyon régen volt egy éve a Katás ügy, a Kata ügy is addig volt fontos, ameddig lehetett tüntetni és lázadozni, meg lehetett megmászni a várat. Onnantól kezdve, hogy ez vége szakadt, senki nem érdekelt semmi. Élek a gyanúperrel, hogy itt sem a gyerekek számítanak, hanem az, hogy politikai hasznot kovácsoljanak. És miért mondom ezt? Mert ha a gyerekek érdekét nézték volna, akkor alaptörvénymódosítást, szigorítást követeltek volna. A kegyelem visszavonását, de főleg szigorú, letöltendő ítéletet a videó elején említett, a valóban elkövető nevelőtanár ellen, aki valamiért
az egészet megúszta. Ezek az intézkedések képesek lettek volna valós változást hozni. Novák Katalin lemondásáról még csak annyit, hogy ezt neki kell mérlegelnie, hogy ő most lemond-e vagy sem. Ez tényleg az ő egyedi döntése, és neki kell eldöntenie, hogy ilyenkor mit diktál a lelkiismerete, a józanész, a politika, vagy bármi, ami alapján éppen most mennek az ügyek. Persze az is mindenki szuverén döntése, hogy mit gondol Novák Katalin pozíciójára, csak arra kérlek téged, hogy a saját értékrendet szerint ítéld meg, és a saját értékrendet szerint mérlegelj, nem mások hergelése alapján. És most jön az, amire vártál. Most jön az a rész a táblámon, az utolsó pont, ami, hát megpróbálom itt ízlésesen fölemelni, a személyes vélemény. Ahogy ígértem, a tények ismertetése után elmondom, hogy én mire jutottam, főleg mert hát sokan kérdeztétek, hogy mit gondolok az ügyről. Volt, aki amúgy csak provokálni akart azzal, hogy úgysem mersz véleményt mondani, úgysem mered kimondani, de volt, aki őszintén kérdezte. Szóval most elmondom. Füsi Angéla kolléganőm egy rövid írásban ezt kiválóan megfogalmazta. Azért őt hozom fel példának, mert több pedóhálózatot és több elkövetőt leplezett le, mint bárki, akit ismerek. Egyetértek vele, és Angélától függetlenül is azt gondolom, hogy ez egy óriási hiba volt. El sem hiszem, hogy ez meg tudott történni. Hiba volt, hogy a tag mentegette az igazgatót, hogy nem hitt a gyereknek, vagy az, hogy tudta, mégis hamis tanúzásra kényszerítette őket, de a legnagyobb hiba az volt, hogy kegyelmet kapott. És mivel még mindig nézed a videót, abban bízom, hogy képes vagy különbséget tenni józan a logikus következtetés és mentegetés között. Ezt nem azért mondom, hogy én most tompítsam bárkinek is a felelősségét. Azért mondom, mert próbálok rájönni az agyammal, hogy mégis mi történhetett, mert egyszerűen fel nem bírom fogni. Gondolom, te sem hiszed, hogy Novák Katalin idióta volna. Ha elé tesznek egy papírt, hogy hallod, itt ez a tag egy pedó ügyet próbált eltusolni, vesd már fel, na szerinted ezt ő aláírja? Ehhez még csak politikusnak sem kell lenni, tehát elég józanul gondolkodni. Mivel K. Endre nem a P betűs bűncselekmény miatt volt elítélve, hanem vesztegetés, hamis tanúzás, kényszerítés, stb. Miatt, ezért én elképzelhetőnek tartom, hogy így is tették oda a kegyelmi kérelmet. Tehát amikor ezt aláírták, akkor nem egy gyermekbántalmazós ügy eltusolásáért elítélt vádlottnak adtak kegyelmet, hanem egy vesztegetésért, hamis tanúzásért, kényszerítésért elítéltnek, aki már amúgy is a házi őrizetét töltötte. Persze az is lehet, hogy Novák Katalin szándékosan hozott ekkora botrányt a fejére, mivel hogy ostoba, és le akarja járatni a jobb oldalt, meg nem is ért a politikához, tehát lehet választani, tehát nyilván nem az történt, hogy idióta volna, azért ebbe gondoljunk már bele. Azonban azt látom, hogy még a Telex is az én verzióm felé hajlik. Azért ők sem hiszik, hogy Novák Katalin szándékosan adott volna kegyelmet egy ilyen embernek, és ez itt le van írva. Most biztos azt kérdezed, hogy szerintem ez felmente bárkit is a felelősség alól. Nem, dehogy! Isten őriz, hogy én bárkinek is a felelősségét tompítsam ebben a helyzetben. Tehát ez ugyanakkora hiba, mint azelőtt, hogy én kimondtam volna az előbbi szavakat. Tehát eszemben nincsen tompítani a helyzetet, viszont azt mondom, hogy konzervatív és hagyománytisztelő állampolgárként én most kivételesen üdvözítőnek tartanám, hogyha egy picit szakítanánk a hagyományokkal, és kapna a nép egy magyarázatot. Nem bírom megérteni, hogy tudott ez az ember kegyelmet kapni. Az meg, hogy az igazgató helyettesnek beteg az anyja, meg a kiskutya, én értem és sajnálom ezeket az embereket, de erre akkor kellett volna gondolni, amikor mentegette az amúgy pedó igazgató. De tényleg, tehát erre akkor miért nem gondolt? Ez nem mentesít senkit a bűne alól. És engem nem érdekel, hogy tévedésből, beszariságból, vagy hogy miért akart falazni egy pedó ügy elkövetőjének. Falazott neki, kész. Nem érdemel kegyelmet. Szerintem ez nem lett volna szabad, hogy megtörténjen, ahogyan az sem, hogy enyhe ítéletet kap, vagy az, hogy a tanársegéd, vagy hogy hívják őt a másik elítéltet, akit el sem ítéltek, hanem konkrétan, nem hogy kegyelmet kapott, felmentették, pedig konkrétan elkövető volt. Az egy dolog, hogy Novák Katalin kegyelm, az egy másik kérdés, de beszéljünk már arról is, hogy itt a bíróságot, meg nem is a bíróságot, hanem az egész jogi rendszert reflektorral kellene UV-lámpával átvilágítani, mert ugyan szintű túlkapások vannak, hogy ez elképesztő, és a túlkapást úgy értem, hogy nem elég szigorú ítéletek. Remélem, hogy sikerült válaszolnom az összes kérdésedre, és szeretném, hogyha tudnád, hogy egy ilyen videó összeállítása az rengeteg időt és energiát igényel. Át kell nézni az összes írást, összeszedni az információt, szűrni, megnézni, mi igaz, mi nem. Úgyhogy, hogyha tetszett, amit láttál, vagy amit hallottál, vagy élvezted a videót, vagy nem tudom, mennyire lehet élvezni ezt a témát, akkor azt háláld meg nekem egy feliratkozással, kommentben pedig írd meg, de úgy, hogy a YouTube le ne tiltsa a hozzászólásodat, hogy mit gondolsz erről az egész kegyelmi ügyről, meg az egész eljárásról. Illetve, ha még mindig itt vagy, aminek nagyon örülök, akkor azt se felejtsd el, hogy március 8-án közönség találkozó a Polgári Mulatóban este 6-tól, Vince Emiliával, Krózitával, Szamosi Timivel és Megadja Gáborral, ja meg persze velem, ahová szeretettel várunk mindenkit, és ha már március 8, a hölgyek ingyen jönnek. Ott személyesen is megkérdezheted azt, amit most kommentben nem tudsz. Na csá!